Szia! Ebben a német nyelvleckében egyszerű, alapfokú mondatokat fogunk képezni. A nyelvleckének azt a címet adtam, hogy te mit eszel? Ennek pedig az az oka, hogy minden mondatban az essen, azaz az enni ige lesz felhasználva. Ennek két oka van, részben az enni ige a mindennapokban használt, másrészben a ragozása eltér a szabálytól, és a ragozását meg kell tanulni. Minden feladat egy példamondattal kezdődik, aztán pedig jön egy feladat, ahol te magad is aktív lehetsz, hogyha van kedved. Kezdjünk is bele! Az első példamondat, ich esse gern, azaz szó szerinti fordításban én eszem szívesen. Ich esse, azaz én eszem. Ezután jöhetnek a töltelékszavak, például gern, szívesen, ungern, nem szívesen, abends, esténként. Aztán pedig jöhet, hogy mi az, amit eszem. Például pommes, sült krumpli. Gemüse, zöldség. Eis, fagylalt, schnitzel, rántott hús. Nyugodtan állítsd meg a videót, és felírhatod a mondatokat, illetve fontos, hogy ne csak írjad, hanem hogyha van lehetőséged, ejtsd is ki a mondatokat. Lehetséges példamondatok. Ich esse ungern Fleisch, azaz én eszem nem szívesen húst. Tudom, hogy magyartalanul fordítom, de úgy gondolom, hogy ezzel egy picit jobban megértitek, hogy milyen a német szószerkezet. Ich esse abends ungern Pommes. Én eszek esténként nem szívesen sült krumplit. Ich esse gern Eis. Én eszek szívesen fagylaltot. Amennyiben ti más mondatot képeztetek, és bizonytalanok vagytok, nyugodtan írjatok egy kommentet. A következő példamondat, du isst viel. Egyes szám második személyben az essen ige ragozása eltér a megszokottól, az kezdő e betű íre vált. Du isst viel. Most pedig jöhet a mondatalkotás. Megint vörös színnel jelöltem a töltelékszavakat. Zu, sok. Wenig, kevés. Gesund, egészséges. Ungesund, egészségtelen. Viel, sok. Néhány lehetséges megoldás. Du isst wenig. Te eszel keveset. Du isst zu ungesund. Te eszel nagyon egészségtelen. Du isst gesund. Te eszel egészséges. Du isst zu viel. Te eszel nagyon sokat. Sie isst gern Fleisch. Egyes szám harmadik személyében is az kezdő e betű íre vált. Sie isst gern Fleisch. Most pedig a példamondatok. Ab und an, néha. Oft, gyakran. Abends, esténként. Fleisch, hús. Gemüse, zöldség. Obst, gyümölcs. Sie isst oft Fleisch. Gyakran hús. Ab und an Gemüse. Néha zöldség. Abends Obst. Esténként gyümölcs. Következő példamondat. Wir essen zusammen. Mi eszünk közösen. Gern, szívesen. Nicht, nem. Zu Hause, otthon. Im Restaurant, étteremben. Zusammen, együtt.
A lehetséges példamondatok: Wir essen nicht zu Hause. Mi eszünk nem otthon. Im Restaurant, étteremben, zu Hause, otthon. Ihr esst ungesund. Ez a következő példamondat, a feladathoz pedig két kifejezést írtam fel. Am Tisch, az asztalnál, vor dem Fernseher, a tévé előtt. Ihr esst vor dem Fernseher. Ti esztek a tévé előtt. Ihr esst am Tisch. Ti esztek az asztalnál. Következő példamondat. Sie essen im Restaurant. Ők esznek étteremben. Sie essen abends, esténként, gern, szívesen, viel, sok, morgens, reggelenként, Brötchen, zsemle, Fleisch, hús. Sie essen abends viel. Ők esznek esténként sok. Sie essen viel Fleisch, sok hús. Sie essen morgens Brötchen. Ők esznek reggelente zsömlét. Amennyiben bármilyen kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. További jó tanulást kívánok!